Az előző hét elején a szeles, csapadékos időnek köszönhetően nem tudtak felszállni a gépek, így elmaradt a légi szúnyogírtás. Múlt hét csütörtökön és pénteken viszont két repülővel megtörtént a szúnyoggyérítés Nyíregyházán és a megyében egyaránt. Egy alkalommal egy repülő körülbelül 1200 hektáros területet tud levédeni. A lakosság sokszor gondolhatja, hogy nagyon alacsonyan szállnak a repülők. A hatásos védekezés érdekében azonban elengedhetetlen, hogy a talajhoz a lehető legközelebb legyenek a gépek, és onnan szórják ki a permetszert. DeltaSec nevű szúnyogírtószert használunk, ami lényeges az, hogy a technológiának, hogy egy szélcsendes időjárás legyen, közel legyünk a napnyugtához, tudjuk, akkor mozognak legjobban a szúnyogok. Még kimélő technológiával folytatjuk a katasztrófást másfél órával előtte, a saját védekezéseket pedig egy órával napnyugta előtt szoktuk elkezdeni, és ez tart egészen sötétedés utánig. A légi permetezést végző tréner Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a permetszer az emberre és a melegvérűekre egyáltalán nem káros, ezért a házi kedvencek és a haszonállatok is biztonságban vannak a szúnyogírtás ideje alatt. A permetezés során ügyelnek a méhekre, a tiszavirágzás pedig a folyómenti települések szúnyoggyérítését befolyásolhatja. Horváth Péter a lakosság számára is adott pár jó tanácsot. Helyben meg tudják tenni azt, hogy a különböző vízgyűjtő edényeket a csatornákról kirütik, kimossák, hisz az is egy szúnyog tenyésztő hely, és saját maguk tenyésztik különböző kis tavakba, de tudjuk nagyon jó, hogy egy tisztítatlan csatornában is egy kis pangóvíznél most olyan párás és csapadékos időjárás van, hogy nagyon kedvez a szúnyogok, szúnyoglábrák fejlődésének. A katasztrófa védelem megbízásából a nyári időszak alatt általában egyszer szállnak fel a repülőkkel, de Nyíregyháza város tavaly például 4 szúnyoggyérítést is kért. Az eheti pedig idén már a harmadik alkalom lesz. A tréner Kft. Már 28 éve végzi a légi permetezést, de Horváth Péter szerint még egyik évben sem tapasztaltak ekkora szúnyoginváziót, mint idén nyáron.